Emléletileg most kaptál értesítést, hogy mit? Elvisz ez itt a való világ. Cili Kurási élő adásban van. Mindegy, gondolom sokan dolgoztok, ahogy én is. Itt az utóbbi napok eseményén egy kicsit elgondolkodtam. Ugye itt nagyon-nagyon be volt szajkozva, hogy augusztus 20-án minél többen legyünk kint. Persze én sem voltam kint, mert egy tróger vagyok, de hát ugye nyomósokon volt rá. Szerintem igen, a nyomósok ugyanaz, mint a többi 10 000 embernek, aki nem ment ki. Mert hogy majd akkor megváltjuk a rendszert, megdöntjük ezt a rendszert. Elméletileg és gyakorlatilag én úgy hiszem, úgy gondolom, hogy szoktam nézni az alkotmányos ellenállást, és tök jó dolgokat mondanak, viszont úgy érzem, hogy az embereknek a 99%-ának fogalma nincs arról, hogy hogy miről beszélnek. Az, hogy az alaptörvény érvénytelen, az, hogy vették el tőlünk a jogot, hogy a választások miatt, igazából összefoglalva én sem nagyon sokat tudok erről elmondani, nagyjából kapizsgálom, amikor beszélnek róla értem, és igazából próbálom megérteni. De nagyon-nagyon sokan úgy hiszem, és úgy gondolom, hogy nem értik, hogy miről van szó. És ez itt a baj, és ez lett itt az érdektelenségnek az oka. És úgy hiszem, úgy gondolom, hogy az emberek nagyon beletörődtek ezekbe a dolgokba. Sajnos. Még azt sem értem, hogy furcsa módon egyetlen egy média, tehát most nagyon kevés olyan média van, ugye, ami nem kormánypárti, értelemszerűen ugye kormánypárti média nem fog ezzel foglalkozni, hogy az alaptörvény érvénytelen egyesek szerint, majd bizonyított, és a többi, és a többi. De senki, sehol, semmilyen fórum hivatalosan és nyilvánosan nyíltan nem foglalkozik ezzel. Azt is nagyon furcsálom, hogy a kormány abszolút nem reagál semmire, abszolút nincs semmiről mondani valója egyáltalán, és végül is úgy hiszem és úgy gondolom, hogy ez a teljes diktatúrának a kellős közepén vagyunk, amikor már úgy érzik, hogy ők már megkaparintották a hatalmat, és rohadtul nincs nekik szükségük arra, hogy bármit is megmagyarázzanak, és nem is érzik szükségét annak, hogy bármit megmagyarázzanak. Eldöntötték, hogy kész, ez az ország az övék, és itt egyeduralkodók, és nekünk abszolút már semmilyen jogunk nincs ebben az országban. És úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog. El lehet mosolyogni, mert vicceskedni lehet a tegnapi Kakis Perenka sztorin. Én úgy hiszem, úgy gondolom, hogy bármelyik normális országban ebből olyan portrányt csináltak volna, hogy hihetetlen, akár lásd az ellenzéket. De hát itt az ellenzék ugye az nem ellenzék, mert én úgy hiszem, hogy ezek teljes mértékben összejátszanak. És ez az egész csak egy ilyen nagy színjáték, amit csinálnak. Én nem hiszem el, hogy egy olyan országban élünk, ahol komolyan, mint hogyha egy ilyen magyar vígjátékot néznék, ez a Béláim, toljuk arrébb a házat, meg Béláim, hordjunk zsákba napfényt az ablaktalan helyiségbe. Szóval ez vicc, ami itt van. Tehát az, hogy egy polgármesteri hivatal olyan levelet ír, hogy bizony a kátyukat, amit kijavítottak, azokat helyre kell állítani. Figyelj, ilyen a világon nincs szerintem. Ilyen a világon nincs. De csak itt Magyarországon, egyértelmű. Tehát komolyan ez a döbrögi elkezdett itt uralkodni, és mint akinek elment az esze, egy ilyen teljesen agyatlan, bármit megtehetek dolgot művel. Ez szörnyű. Nem hiszem el,
hogy ugye ez, hogy a kirakoltatások folyamatosan mennek, és egyszerűen nem hiszem el, hogy nem érzi a kormány szükségét annak, hogy valóban erre pontot tegyenek, vagy hogy segítsenek bármit is. Tehát az, hogy az ellenzék, ami nem ellenzék, ugye összehív egy micsodát? Mindegy. Összehív egy gyűlést, és a kormányból senki nem jelenik meg, ez teljes mértékben azt mutatja, hogy abszolút nem érdekli őket, hogy ebben az országban mi történik, csak az, hogy ők ezt az országot minket teljesen jól lehúzzanak. Ugye azt sem értem, hogy az ellenzék az miért most kezd el kapálózni. Eddig nem voltak vele tisztában, hogy folyamatosan kirakoltatások lesznek és vannak. Szóval miért van most az, hogy most akarnak ebbe a szerepbe tetszelegni? Igazából sok mindent nem értek, és sok minden bánt és zavar, de hát ugye ez a legkevesebb, mert ugye én vagyok itt a legkisebb csavar a gépezetben, aki nélkül még akár a gépezet ugyanúgy működhet, de ettől függetlenül úgy hiszem és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon elkeserítő helyzet. És valahol megértek mindenkit, hogy így, én is kezdek beleunni ebbe az egészbe, meg kezdek belefásulni. Itt mondjuk most már nem működik az élni és élni hagyni elv, ugye én mindig is ebbe hittem, és de ettől függetlenül úgy érzem, hogy ez az igazi szélmalom harcot vívunk, hát már nem annyira ezt harcnak lehet nevezni, hogy az ember kinyitja a száját és popázik. Ugye nem tudom, hogy milyen csodára várunk, mert az ember azért vár, ugye a remény hal meg utoljára, tehát azt hiszed, hogy figyelj, ennél már rosszabb nem lehet, és te hidd el, hogy még mindig lehetnek rosszabb dolgok. Még mindig lehetnek rosszabb dolgok, és figyeld meg, hogy lesz is. Szóval most, ahogy jön a tél, hányan fognak meghalni az utcákon? Hány családot fognak addig kirakoltatni, és folyamatosan? Mondd meg, hogy azokkal a gyerekekkel, azokkal az emberekkel mi lesz, akik kikerültek az utcára? Ki tud rajtuk segíteni? És ugye napról napra egyre nehezebb pénzt csinálni, pénzt keresni. Most itt nem csak arról beszélek, hogy mennyire dolgozni, és akkor megkapod a kis béredet, mert az, amit fizetést kapsz, az szerintem semmire nem elég. Itt ugye most nem abból kell kiindulni, hogy aki keres havi 4-5 kilót, hanem azok az átlag emberek, akik mint ilyen 100-150 ezer, vagy akár csak teszem azt 89 ezer forintból próbálnak megélni. Ez így egyre szörnyűbb és egyre szomorúbb. És igazából az a baj, hogy tényleg nem látok megoldást, ugye? 20-a előtt írtam egy olyat, hogy mi lesz akkor, ha. És valóban belegondolsz, mi lenne, tehát hogyha valamilyen csoda folytán sikerülne ezeket elüldözni, de ötletem nincs, hogy. Mert most viszont hiszek abban, meg biztos vagyok benne, hogy ez békés úton biztos, hogy nem fog működni. Ezek nem fognak lemondani a trónról egyáltalán. De nem lesz az, hogy jó, oké, rendben, meg lehet győzni itt bármiféle jogi kiskapukkal, nagykapukkal őket, hogy bizony nem jól csinálják a dolgokat, és hogy el akarjuk őket számoltatni. Ez egyértelmű, hogy ebből nem lesz semmi. Tehát itt csak erőszakkal lehetne érvényesülni. De milyen akkor, hogyha tegyük föl, rendben, sikerül ezeket elüldözni, hogy kezded el ezt az országot újra kell építeni? Ha tetszik neked, ha nem. Ha elfogadott, ha nem. Mert itt minden szar. És az a rengeteg pénz, amit ezek kimentettek, az a pénz hogy kerül vissza? Milyen úton, módon? Azzal a pénzzel hogy lehet majd rendelkezni? Hogy lehet majd hozzáférni? Kik azok, akik olyan tökösnek érzik magukat, hogy igen, helyre tudnak hozni mindent? Tehát, hogy a megrólott diplomáciai kapcsolatokat a környező országokkal helyre tudják hozni, a mezőgazdaságot helyre tudják hozni, hogy ne 18 forintért akarják megvenni az almának kilóját, ugye, és a többi. Tehát, hogy ne kizsákmányolják továbbra is a népet. Tehát kik azok, akik azt fogják tudni, hogy igen, mi akkor vállaljuk önként is dalolva, hogy újraépítünk mindent. Mindent fel kell itt építeni. A legfontosabb lenne, hogy az egészségügy, ez teljesen egyértelmű, mert óhatatlan, hogy mindenki beteg. Gyerekek, 3 hónapra kaptam időpontot. De nem csak én, velem együtt nagyon sokan mások. Tiszta vicc. Tehát ilyen külföldön nincs. Sok mindent helyre kell itt tenni, de hogyha tegyük föl, olyan óból kifolyólag sikerülne itt váltani,
és nem kormányt kell váltani, mert elmondom, hogy ez az ellenzék az nem ellenzék, hazug kutya mind. Mert se egyik sem tett le olyat az asztalra, hogy, hogy igen, érezhető legyen, hogy, hogy ők teljes mértékben szavakkal maximálisan támadják a kormányt, de tettekkel senki nem tesz semmit. Akkor ha sikerülne mégis, akkor ki lesz az, aki új kormányt tud alapítani? Vagy egyáltalán nekünk, szia, egyáltalán nekünk szükségünk van új kormányra? Vagy mire lenne szükség? Én úgy gondolom, hogy ezen kéne egy kicsit elgondolkodni. Tehát az, hogy akármit is, tehát hogy ezek bármit megtehetnek büntetlenül, az egyszerűen vicc. És az a legnagyobb vicc, hogy több tízezren álltak sorba, hallod a Kossuth téren, hogy megnézzék a Szent Koronát, ami majd a Viktor fején lesz, és néhány tucat ember ment ki csak tüntetni. Tehát ez a szomorú. Mi úgy gondolhatják azt, hogy hát félj, ezek úgyse hőbörögnek annyira, akkor itt minden rendben van, tehát ugyanúgy tudjuk csinálni tovább a forgatókönyvet, ahogy ezt itt megálmodtuk. Ezen kéne elgondolkodni. Sziasztok!